Na szevasztok srácok, itt is lennénk a legújabb karriermód résszel, és majd gyönyörű szépen bele fogunk kezdeni a Premier League-be, viszont még mielőtt ezt megtesszük, igazából igazolni fogunk még egy pár játékost, és ilyenek lesznek. A következő két hétben a Tristan gameregérre, illetve a Commandos mechanikus billentyűzet összes változatára 20% kedvezményt kapsz, hogyha a leírásban található linken keresztül vásárolod meg, a Bazsi 2208 kuponkód felhasználásával. Na hát ugye az előző részben kértem tőletek, hogy szavazzátok meg, hogy ki legyen a két új igazolásunk CDM, illetve leftback posztra, és Malassiára, illetve Fredre jutott a választásotok. Úgy láttam, hogy legtöbben őket írtátok, úgyhogy ezt a két játékost mindenképpen megszerezzük. Illetve Stefan El Sharawit mondtátok többen is, hogy mivel ingyen van, ezért jó lenne megszerezni, illetve nincs is nagyon sok minőségi szélső cserénk, úgyhogy El Sharawi is jöhet a csapatba. Na meg is vannak az új igazolások, itt is van Fred, aki 23 millióért érkezett, aztán Malassia, aki 33,6 millióért érkezett, és itt van nekünk El Sharawi, akinek 51 ezer lesz a fizetése, ő ingyen érkezett, úgyhogy három eléggé minőségi játékos jött most, és hát eddig nagyon sikeres az átigazolási időszakunk szerintem. Na, beraktam a srácokat a csapatba, és így nézünk ki. Lehet, hogy ez lesz a végleges keretünk így a szezonra. Szerintem teljesen rendben van egyébként. Ugye hát Dilep az, aki egy kicsit gyengébb értékelésű a többieknél, de 20 éves, úgyhogy fejlődni bőven tud. Van ideje, úgyhogy szerintem nem lesz vele se gond. Az előző szezonban nagyon verte a gólokat a Championship-ben, remélem, hogy idén is menni fog neki. Úgyhogy ja, így nézünk ki. Szerintem lassan bele is kezdhetünk amúgy a bajnokságba. Meg Grátér jött egy átigazolási ajánlat, és igazából most, hogy El Sharawi jött, igazából el tudjuk adni szerintem. Meg Grátot, úgyse nagyon fejlődik, úgyhogy én azt gondolom, hogy mehet. A szezon első meccse, ahogy azt már tudhatjuk is, az Everton csapata ellen lesz, akik hát eléggé jól néznek amúgy ki. Volt egy pár jó igazolásuk, Jimenez, Ndombele, Rafinha, Kumbulla, nem rossz kis csapat, úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk itt az első fordulóban, az biztos. Érkeznek is a játékosok, a Goodison Parkban lépünk pályára az első Premier League mérkőzésünkön. Elég jól néz ki ez a mez, amit alkottunk. Ajaj. Jimenez. Hát eléggé megijedtem, de hát ez, ja, ez a Premier League. Nem könnyű. És ott van Dilep, nagyon jó. Szép kiugratás. Liam. Pickford. Megvolt az első helyzetünk. Ó, Jimenez nagyon jól csinálta, és Bale ott van középen. Jaj. Liam Dilep megsérült. Mi történt vele? Remélem, ezt a fél időt még kibírja azért. Jó, azért nem fogja itt lefutni az egész védelmet, viszont az nagyon nagy hiba volt, Diallo. Büntető? Lesz valami? Lesz, büntető, és Odriozó lekap is egy sárgát. Boom. Na, ez nagy lehetőség. Diallo lövi legjobban? Nem. Gerard Bale elvileg a legjobb büntető lövőnk. Így is van. Hát, próbáljuk meg oda le. Jó, meg is van az első gólunk itt a Premier League-ben, Gerard Bale a gólszerző. Igaz, hogy büntetőből nem így gondoltam, de így sikerült. Ezt is be kellett azért lőni, és egy nálunk erősebb csapat ellen vezetünk. Jó a blokk, viszont ott a védés is, jó. Ujjjjj, Jimenez, az nagy lövés és egy nagyon szép védés volt Schmeichel-től. Szöglet még belefér az első fél időbe. Tisztázzunk, srácok. Úgy is van, Boateng nagyon jó. És le is fújja a bíró az első fél időt eddig. Igazából jobban játszunk szerintem. De azért nem vagyunk túl magabiztosak. Viszont Dilep helyére. Hát én amúgy azt mondom, hogy Sharawi. És Bale menjen föl csatárba, Sharawi pedig jó lesz itt támadó középpályán osztogatni.
Bale jobbal. Íj, mekkora kapufát vert az öreg. Gerard Bale éli a Premier League-et eddig. Mi védekezzük, kisrácok? Hát ezt mondjuk így nem fogjuk. Jó, szép védés. Oké, jöhet a két cserénk. Tuma, illetve Prince érkeznek Jimenez és Bowman helyére. Reméljük, hogy egy kicsit felfrissítik a csapatot. Igazából az tökéletes labda Gerard Bale-nek. Mondjuk senki nem jön vele, de nagyon jól csinálta, és Bale hosszúba. Pickford. Ó, az baj, óriási blokk volt viszont az ott Tumától, és ez egy nagyon csúnya szabálytalanság, amiért senki nem kapott semmit. Bale jól veszi le, Pickford nagyon jól véd. És itt a vége a mérkőzésnek, srácok. Egy Gerard Bale büntetővel azért csak sikerült megnyerni az első Premier League meccsünket. Igazából amúgy teljesen megérdemelten nyertünk, úgyhogy örülök a három pontnak. Következő meccsünk a Newcastle ellen lesz, viszont egy kicsit tartalékolnunk kell szerintem, ugyanis kupában a Burnley ellen fogunk majd játszani. Úgyhogy kicsit érdekesebb csapattal megyünk ki most a pályára szerintem. Egyrészt Sharabi kezdő lesz, Tumával kézen fogva. Bailey beáll a kapuba. Parsons is kezdeni fog. Bale helyett egy jó kis Prince. Iniesta Andonov helyett. És igazából a padra jöhet mondjuk Simon, illetve Varga. Szerintem ennyi. Jó lesz ez így. Kicsit gyengébb, mint az alapkezdőnk, de nem lesz baj szerintem nagyon. Bár mondjuk amúgy nem gyenge ez a Newcastle. Itt is vagyunk az első hazai Premier League mérkőzésünkön, a kis BPFC arénában. Kíváncsian várom a mérkőzést. Newcastle egy jó kis ellenfél, és na jó, azért lehet látni a mezeket, oké. Nem olyan egyszerűen, de lehet látni a mezeket. Prince. Jó labda, El Sharawi lövés. Dubravka. Kiszedte. Jó, az védekezzünk. Óriási védés Bailey-től. Szép. És meg is van a Newcastle United vezető gólja. Hát ez nem túl kellemes. Gertrudia fejelte be, hogyha minden igaz a szögletet. Nézzük vissza, hogy mi történt. Sensi beadja. És igazából Tuma lemarad. Meg a másik védő is kicsit. Iniesta. Azt előheti. Dubravka. Szép passz, Sensi. És ott a második gól. Luis Muriel a gólszerző. Hát ja, gyengébb csapattal álltunk ki, mint kellene, és hát itt az eredménye. És az egy nagyon jó labda volt Murielnek. Boateng biztos, hogy nem fogja utolérni, Bailey viszont kivédte, hozzáért. Menjél fiam, Parsons, lőjük be. Nagyon jól véd Dubravka ma. Muriel, Bailey. 3-0. Az első fél idő végén a Newcastle-nek, hát ez nem túl jó. Ez a meccs, ez biztos, hogy elment már. Jaj. Igazából szerintem cseréljünk egy párat, aztán szimuláljuk le a végéig, mert innen már vissza biztos, hogy nem fogok jönni, akármennyire szeretnék. Varga. Jöjjön mondjuk. Ide. Jó, megvárjuk, amíg bejönnek a cserék. De elvileg fönt is vannak, aztán igazából jöhet is a meccs eredménye. 3-0, és Tuma megsérült. És hogy cseréltünk 4-et? Ez mondjuk érdekes. Na mindegy, nézzük meg, hogy mi a helyzet Tumával.
6-7, hát jó van, talán kibírjuk nélküle addig. Viszont a Burnley ellen szimulálni fogunk, és egész jó erőben van a csapatunk. Úgyhogy még akár meg is lehet a győzelem, hogyha egy jó napot kapunk el. Nézzük. Quick Sim persze. Azt mondja, hogy 2-1-es vereség. Jó van, belefér. Most igazából a Carabao kupa nem nagyon izgat minket. Jó lett volna nyilván tovább jutni, de egyáltalán nem fontos. Úgyhogy nincsen semmi probléma. A következő mérkőzés még leszimuláljuk, ez a Brighton ellen lesz. És utána válogatott szünet következik, és utána jön egy pár jó húzós mérkőzés, úgyhogy ja, meglátjuk majd. Viszont nézzük, hogy mit érünk el itt a Brighton ellen. 3-2-es vereség. Hát ja, nem vagyunk túl jók, az a helyzet. Nem túl erős a csapatunk, de hát szimulálni is kell, mert azért nem tudom lejátszani az összes mérkőzést. Itt az átigazolási időszak vége, és igazából arra gondoltam, hogy van még egy kis pénzünk, és biztos, hogy láttátok ti is, de van nekünk egy Dominik Strunadunk, aki hát ugye az első szezon végén hagyta el a csapatot, nem tudtunk megegyezni a szerződésekben, de jó lenne, hogyha esetleg meg tudnánk szerezni, és igazából van is rá szerintem pénzünk, úgyhogy megpróbáljuk, egy próbát megér. Azt mondja, hogy 9 millió. Nem? Hát de 7 és felet ér. De ott volt valami 15 milliós érték is. Na mindegy, mindjárt megnézzük ezt. Na jó, hát akkor ez valószínű így kell, hogy legyen. Ugyanis egyetlen egy óra van vissza, és nem tudunk ajánlatot adni. Úgyhogy ezt a sors akarta így, hogy ne jöjjön vissza az öreg Strunad. De majd megpróbáljuk ismételten a szezon felénél, hogyha úgy van. Addig meg csak kibírjuk nélküle. Viszont akkor zárjuk le az átigazolási időszakot. És nézzük is meg, hogy mik voltak egyébként itt a bizniszek. Itt is van nekünk ez csodálatosan. McGrath távozott, aztán Brown kölcsönbe ment, Malassia, El-Sharawi, Fred érkeztek, Castañeda távozott, Dilep, Boateng, Jimenez érkeztek. Úgyhogy 6 érkező, 2 távozó, meg egy kölcsön. Nem rossz, nem rossz, és elég sokat is erősödött a csapatunk, úgyhogy tök király az egész. Na, hát a következő mérkőzésünket az Arsenal ellen fogjuk idegenben játszani, viszont biztos, hogy nem ebben a mezben, hanem ebben a csodás kis feketében. Igazából fullos csapattal, mert hát ellenük sok esélyünk még itt se lesz, úgyhogy ja, vágjunk bele. Megyünk az Emirates-be. Na, kezdődik is ez a csodálatos mérkőzés. Hát remélem, hogy nem az lesz a vége, mint a Newcastle elleninek, hanem valami kis barátságosabb eredmény. Dilep, ki a szélre, Jimeneznek, és beközépre Bale. Gareth Bale le sem volt. Pedig ez nagyon szép kis akció volt. Ujjjj, Lacazette, aj, Galeno, óriási védés Michael. Pedig az egy tökéletes szerelés volt. Sárga lap. Hát mindjárt mentő viszel, remélem értem jönnek. Ho-ho, ne! Most tényleg értem jönnek már, mi volt ez? Bowman, és bebénázta valahogy a csatár. Nem is biztos, hogy de, Galeno. Hát ez csodálatos. Rainer, jaj, de szépen megette. És itt az első félidő vége, hát ez eléggé unalmas kis félidő volt. Kb. Egy helyzetünk volt összesen, abból végül is gól lett, csak hát nem adták meg. Úgyhogy ez ciki, de egész jól tartjuk amúgy magunkat. Sharawi jöjjön föl most Diallo helyére mondjuk. Meg mondjuk Prince jöjjön ide Andonov helyére. És kicsit menjen följebb. Négyni. Így, de csúnya volt, ki kell állítani.
Lacazette-et ki kell állítani, így is van. Gyönyörű, egyből piros lap. Na így viszont most már talán egy kicsit könnyebb dolgunk lesz, legalább a védekezésben. Ugyanis az egyetlen csatáruk már nincs a pályán. Mondjuk támadásban ez minket segíteni nem nagyon fog. Jaj, de szép volt Bowman. Gyerünk srácok, induljunk meg. Á, de mondjuk Bale már nem a leggyorsabb, sőt, szinte az egyik leglassabb már a csapatban az öreg Gerett. Dilapnek középre. Leno. Ez is jó, és ott indul Liam, ez az, menjél fiam. Ó, mondjuk Ben White az már nem egy championship-es védő, de Leno meg egy rohadt jó kapus. Ja, itt a vége a mérkőzésnek, hát nem nagyon tudtuk kihasználni az emberelőnyünket, de azért itt a meccs vége felé volt egy pár egész jó kis helyzetünk. Sajnos nem volt elég arra, hogy pontot szerezzünk. Hát eddig nem vagyunk túl sikeresek a bajnokságban, 4 meccs után csak 3 pontot tudtunk szerezni, de hát ez van. Minden esetre próbálkozunk, és megyünk gyönyörű szépen tovább. Következő ellenfelünk a Manchester United gárdája lesz, akik ellen szintén rohadt nehéz dolgunk lesz. És ki az a Makkev? Makkiev. Ilyen nevet, ezt hadd nézzem meg ezt a srácot, hogy ki ez. Stanislav Makkev. Vagy mi a bánat a neve? Scoutolunk egyet, aztán meglátjuk, hogy mire megy a fiú, vagy hogy milyen jó. Meg hát ugye a mérkőzésen is meglátjuk majd, hogy mit tud. Nincs a Unitednek valami jó színű harmadik számú meze? Mondjuk ez. Ez biztos, hogy nem fog össze hasonlítódni a miénkkel, vagy nem tudom. Szóval, hogy nem fog hasonlítani a miénkre semmiféleképpen. Na nyomjuk! Kidobott a FIFA. What happened? Valami nem jó. Na hát csak végig kellett nézni itt a jelenetet, illetve hát a mezetket nem állítottam be most. Nem tudom, hogy mi a fene volt ez, de így se ütköznek össze szerencsére a mezek színei, úgyhogy nincsen gond. Kezdtem megijedni, amúgy, hogy elveszett a mentés, vagy valami. Dilep. Jó labda, Diallo. Megvan még, Amad. És megszereztük a vezetést Liam Dilep révén, gyerekek. Jó, 1-0 ide. Erre mondjuk nem számítottam, de ez egy nagyon szép kis akció volt, és Liam végre megérkezett a Premier League-be. Jó, azt hiszem ez a második gólja amúgy. De amikor eddig játszottunk vele, akkor hát sokat nem ért a fiú. Diallo viszont nagyon szépen csinálta, és Dilep is tökéletesen fejezte be. Az jó ott Dilepnek, nagyon jó, Liam, lőjük be? Ott is van 2-0. Gyerekek, mi van itt? Semmi? Liam Dilep. Jó. Nem is gondoltam, hogy el tudja Bale fejelni, de 3-0. Oké. Okay. Ez a United, ez eléggé harmad gyenge eddig ezen a mérkőzésen, és most már valószínű meg is vertük őket. Dilep kinn a szélen, gyönyörű szépen beadja, és igazából hát én arra számítottam, hogy ezt Varane simán elfejeli onnan. De hát nem így lett. Henderson meg csak nézte. Tchüh. Ez kemény. Jó, itt az első fél idő vége, srácok, és 3-0 az eredmény, vagyis hát az állás. Nem rossz, úgy néz ki, hogy lesz egy újabb győzelmünk. Viszont... Simon nincs itt. Na mindegy, akkor Saravi jöjjön föl Jimenez helyére. Meg mondjuk Parsons jöjjön Dilep helyére. Egyszer. Aztán majd lehet, hogy még lesz egy cserénk valahol. Na, ezt mondjuk... Ja. Valami ilyesmire számítottam, amikor elkezdtük ezt a mérkőzést. Elég könnyen jött ez a gól most a Unitednek. Remélem azért ezt a 3 gólos előnyt ezt nem játsszuk el. United ultra attakon van, mi meg nem tudunk passzolni.
Ez mondjuk baj. Malászia, nagyon jó. Sharavi nem volt lesen szerintem, és a beadás, hát ez nem volt jó. Az tökéletes, és Diallo indíthatja a rakétákat. Parsons középen. Hugh Parsons el is lövi, és ott a negyedik gólunk. Hát igazából Henderson ma nem nagyon van a helyzet magaslatán, azt kell mondani. Jó, most már azért biztos, hogy megnyertük ezt a mérkőzést. 70 valahányadik perc van, úgyhogy nem lesz nagy gond. Szép labda Diallótól, Parsons pedig felverte a léc alá. Meghúzhatja a szélét, bár mondjuk nem nagyon jön neki segíteni senki, de ott van középen senki. Na jó, viszont csak egy perc a hosszabbítás, úgyhogy ezt már fél lábon is ki fogjuk bírni. Gerett Bale nem tud fejelni, a bíró pedig lassan le is fújhatja, így is van. Ez egy elég kemény kiütéses győzelem itt a United ellen. Megmondom őszintén, nem számítottam rá, hogy megverjük őket, legalábbis arra biztos nem, hogy ennyire, de elég jó kis meccs volt. És igazából 4-ből 4-be ment, úgyhogy ennyit tudok mondani a kapus teljesítményről. Na hát elég jól jött most ez a győzelem igazából, mert hát azért nem árt néha pontot is szereznünk. A következő mérkőzésünk pedig a Brentford csapata ellen lesz, és igazából szerintem ezt leszimuláljuk, és már ennyi lesz ez az epizód. Úgyhogy, ja, fúzos kerettel, mert igazából egész jó ilyen kis hetes szünetek vannak a meccsek között, és ismételten egy vereség. Szóval mondjuk nem gondoltam, hogy a Brentford legyőz minket, de hát ez van, így jártunk. Semmi probléma igazából, azt hiszem 5 meccsen 6 pontot szereztünk eddig, talán nem, 6 meccsen 6-ot. Igazából, hogyha átlagolunk egy meccsenkénti 1 pontot, akkor szerintem meg lehet a bentmaradás, és hát nyilvánvalóan ez a célunk ebben a szezonban. Többre nem is számítok, bár mondjuk egy középmezőny azért rohadt jó lenne, de ja. Na mindegy, srácok, igazából a következő részt a Manchester City-vel kezdjük. Elég kemény lesz a mérkőzés valószínűleg, aztán játszunk a Tottenham ellen, lesz Watford, lesz Crystal Palace, Southampton, Chelsea, és szerintem talán ennyi, majd meglátjuk. Viszont már ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így van és még nem tettétek volna meg, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és találkozunk hamarosan egy újabb videóban, addig pedig jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!